Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Judge folytatása. Itt az ideje, hogy egy kis igazságot szolgáltassunk. Összesen 19 pontunk van, 35-ig kell eljutni ahhoz, hogy végig tudjunk haladni. Úgyhogy inkább még az akt 1-ben próbálkozunk párat betermelni. Bankrablás hardcore fokozatban. Gyorsan, illetve mentsük meg mindenkit. Mentsük meg mindenkit. Az valószínűleg menni fog. Csak nem kell megölni a foglyokat, a túszokat. Nem olyan nehéz, ugye? Van még egy túsz. Ezek szerint. De hol? Tudom, hol lesz. Get out of here. Nyilvánvalóan nem kell azokkal se törődni. Mi ezek? Csak úgy tudunk bezárni, hogyha megöljük a ellenfelet. Van hettelünk? Van. Hoch! Akkor igazából ezért érdemes itt maradni. No, egy pötty. Még 15 kell összesen, bár ebből egy részét majd összeszedhetjük a következő szakaszba. A gyorsat fel. Na, azzal sokkal jobban esélyünk van egy gyorsra. Wow, kicsit drága. Itt elsőn be és ki. 20 másodpercre kell futnunk. Leave the area, citizen. Run to the exit. Én is meghaltam, meg a túsz is. De meg volt gyorsan. Nos igen, a gyors menet az gyors, az nehéz menet együtt. Get out of here. Leave the area, citizen. Megvan, ha minden igaz. Na. Itt.
25 másodperc. Végül is, mert ne, azt nem hiszem, hogy olyan nehéz feladat lenne. Oda megyünk, lelőjük rakétával a ügyvéd. És megvan. Pedig ne sérüljünk, és öljünk meg mindenkit. Öljünk meg mindenkit, az egy hosszadalmas feladat lehet, mert felteszem, egyetlen boss nem öltünk még meg. Eddig jó. Majdnem meg tudtam ölni. De egy bosst megöltünk. Igazából megyünk, megöljük a másikat, és utána mindjárt jobban állunk. Vagy nem. Miért kellett ezt túlzásba vinni? No. Hát ezt nagyon vissza a térképre, felejtsük el. Kezdjük el innen. Jöjjünk túl 50 másodpercig, szedjük össze az összes ládát. Egyik bonyolultabb, mint a másik. Ládák egy részét össze tudtam szedni. Ez egyébként, ha jól emlékszem, ilyen, tehát ilyen értelemben egy fogyóeszköz. Na
Nálunk ládák megvannak. Hogy a? De elsőt meg kell csinálni, vagy különben nem jön a vision. Miért hasznos ez? Mit itt csináltam? Mert itt van akkor még egy kapu. Nyilván a sértetlenségre nem is akarok menni. Ez nagyon kényelmes, ha lassabban hozognak a cuccok. Ezzel be lehet szedni még egy képességet, közelharcban erősebb. Valahol gyógyuljunk egy picit. Nyilván akkor, amikor nem sérülhetünk, akkor nem nagyon segít. Hostile hospitality. Mindenkit menekítsünk ki, ne vegyenek észre, és 15 másodperc. No, az egy teljesen reális feladat. Nem. Na, az észrevétlenségünknek ennyi. De mondjuk a boss az meghalt. Loot az fontos mindig. Hosszú távon abból fog működni a játékunk. Az ajtó mögötti rész, ott a piros ajtó mögötti rész az a következő nehezebb változatokhoz van. Ezt majdnem bebuktuk. Run to the exit out of here. Leave the area, citizen. Piros kéne hozzá. Vissza az autóhoz, igen. Ez nem túl sok. Szén így.
Ugye, mint látható, kettőnthez egyáltalán nincsen, még tizet össze kell szedni. Ahhoz, hogy ezt tudjuk teljesíteni. Na, kis pókboszt megöltük. A robbanószerek azok a nem annyira vicces eszközök. Ó, egy lootláda. Összeszedtük az összes cuccot. És meghalsz, helyes. No. A futó bolond az azt hiszem nagyon kemény. Kéne egy piros smecsak. Mi a feladat? Tudjuk azt a lootot összeszedni. Ez még mindig egy fő feladat. Hiszem ennyi. Ja, nyilván az összes lootládat kiszedni az egy opció lenne, de inkább teljesítjük a feladatot. No, hát 9-et kell összeszedni ebből a 9-ből, meg az előzőekből. És itt kezd jönni a probléma, illetve persze, ha 4-et összeszedünk, akkor ez megnyílik. Hatvan másodperc éljünk túl, és csak melit használjunk. Ez egy majdnem reménytelen feladat, a csak meli. Hát igen, kicsit keményebbek, és a legtöbbire, és néhány ajtó le van zárva. Harg! Említettem, picit keményebbek.
Nem, ezt egyelőre nem hiszem, hogy teljesíteni tudnám. Osztály Hospitality-t azt mondtam, meg tudjuk csinálni. Boss-t megölni az kell. Sárga ajtó nincs. Eddig jó. Kiszökött. Piros ajtó. Ez úgy látom, megvan. Get out of here. Stop. Leave the area. Run to the exit. Másiknak mondtam, hogy sipirc. Get out of here. No citizens rescue. Get back to me. Helyes. Két extra bogyóka. Don't kill any, van egy egészen sajátos. Collect evidence, azt meg tudjuk csinálni, nem? Fölmerül a kérdés, hogy miben támadtuk meg az elsőt. Sikeresen belelőttük egy madárba. Ja, az idő. Hogy jó irányba mész, igen.
Erre nyugodtan nem fogsz meghalni biztosan. Nem olyan hely, ahol mindenki eddig meghalt. Nem küldöm ki, mert garantáltan rámegy egy robbanó viszpaszra. Rakéteknél arra nem is megyek. De megvannak, megvan. Get back to the vehicle. Egy megvan, a Rescue Civilians az nem volt meg. Eddig nem rossz, azért. 29, valahol még egyet kéne szerezni. Lootal Container. Sokat nem hagyhattunk hátra. Aztán még a Roy-t, a gyors csókát hagytuk ott. Rex szuper gyors. Egyébként ide is be lehet így jutni. Au! Hát nagyon nem sikerült. De, ha az az utolsó lootláda, akkor egy légegyszerűen berohannom oda. Egyet megszereztünk, de a másikat nem tudom, hogy fogom, úgyhogy inkább hagyjuk. Egyszerű valahol máshonnan. Destroy all enemies. Itt is van egy nagy, amit még meg kell ölni ahhoz. Gyere! Cserélnünk a cyberverjeinket. Hacking túl nem kell. HP kell. Bullet Dodger nem annyira. Az Electrolyzer kell. És akkor mehetünk újra. Whoa!
így akkor megvan. Ez a kötsög is. Hogy ez miért? Jó. És most hacking toolunk nincs. És nincs rakétánk. Na, azért a leader megvan. Most már csak mindenki mást kell kiirtanunk. És ezt a piros kulcsot összeszedném. Mert ha újra akarom valaha is ezt menni futni, akkor ez hasznos. Kérdezd, hogy miért akarom? Azt hiszem, mert például van a... Nem sérültem. Van valahol még valaki, akit meg kéne ölni? Jó lenne nem belefutni abba, hogy valahol egyet meghagytunk. Van. Ő volt az utolsó. Ezzel megnyílt a Paradise Lane. Eliminate Blackjack, don't get spotted. Hát az egy érdekes koncepció. Oh. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény mission. Bár buktuk is az egyiket. Ennyi volt a küldetés, és ha ideig el tudtam volna jutni észrevétlenül, akkor most jó lenne.
És még kéne 4 ehhez. Hát az olyan vicc tartomány. Hát ez ennek teljesítése nélkül reménytelen. Mondjuk a páncél. Meg a páncél. Kicsit upgrade-eljük ezt. Csak hogy jobb legyen, és akkor nem annyira reménytelen. Shift from hell. Tehát most már csak vissza kell jutnom az autóhoz. Na, egy megvan. Paradise Lane Hardcore. Öljük meg Blackjacket és szabadítsuk ki a népeket. De hát ezért mission az, öljünk meg mindenkit. Nem pedig azért, mert... kevesen vannak a pályán. Hello, Blackjack! Azából te nem vagy egy komoly ellenfél, nem tudom, mi volt a terved, Blackjack. Tényleg mindenkit meg kell lenni? Igen. Nyilván a játék teljesen normális, amikor a lézernyalábú dodzsolásáról szól. Mint valid opció.
Run to the exit. Get out of here. Wow. Minden oké. Nos, nem tudom, hogy végtelen vagy sem azért az ellenfelek számait. De úgy nem látom a fogyásukat. Úgyhogy abból indulok ki, hogy végtelen, úgyhogy inkább lelépek. Két sikerrel. No, viszont akkor kell még egy. Mondjuk a Don't Take Any Damage az azt hiszem teljesíthető, miután már a nagyobb problémákat likvidáltuk. Tudunk megoldani. De arról itt nem is kell megoldanom. Thank you.
Ennyit kellett megoldanunk. Don't take any damage. Akkor elérhetővé vált, azt hiszem, az Act 2 utolsó akciója. Az se egy egyszerű. Két ürgét kell megölni, ebből az egyik egy sima boss, a másik egy nagy-nagy-nagy monsta. És az egyik küldetés opció, hogy észrevétlenül csináljuk mindezt meg. Lehet, hogy nem. Nem. Ez majdnem belehaltás. Off. Judgment Day. This is Channel Neon with a special report. The Judge Initiative reports another victory as the gang hotspot at the Ash Bay nightclub is dissolved. This is just the latest achievement for the initiative. The police reports criminal threat level is now the lowest since the May 15th event. The crime-related incidents have definitely gone down, but some citizens are concerned about their safety near the judges. Do you think people should be afraid? Send us Y mail. Persze, új nevet. This is Channel Neon, your trusted source of news. Új nevet kell adni az e-mailnek. No, próbáljuk meg letudni azért. Nem ezt akartam. Se baj. Akkor nem kell erősítés. Ezt meg csak meg se nyitottuk. Próbáljuk megcsinálni hardcore-on is. Ezt hagyjuk. Ezt felejtsük el. Oh.